Egy neves vendége volt a City Gáz Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesületnek július 17-én. A Magyar Kajakkenu Szövetség szlalom szakágának vezetője, Stort Botond, többszörös olimpiai bajnok járt a kajaktelepen azért, hogy a kiépítendő szlalom pályáról egyeztessen az egyesület vezetőivel. Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, és hogy meglátogatta Tiszafüredet. Mielőtt az épülő vagy építendő szlalompályáról beszélnénk, előtte azért magáról a szakágról kérdezem. Egyáltalán a szövetségen belül mióta van szlalom szakág? Maga a szlalom szakág azért számunkra kajakosoknak nem idegen. 92 óta egyébként ez a szakág fenn van a hivatalosan és az olimpiai programján. Mi ugye helyzetünkből fakadóan azért kevésbé tudunk itthon szlalomozni. Mi a 16-os olimpia előtt kezdtünk el ezzel a szakággal foglalkozni. Előtte is voltak szlalomosaink, meg jártak ki versenyt, de úgy igazán komolyan úgy most kezdtünk el ezzel a szakággal foglalkozni. Ez köszönhető annak is, hogy látjuk azt, hogy ugye kiskörére a Tiszatóra már megvannak a pályatervek, egy szlalom és rafting pályának a terve, és most itt Tiszafüreden pedig pontosan ezért, hogy rá tudjanak készülni a versenyzők is a szlalom pályára, egy gyakorló pályát szeretnénk felépíteni. A szövetségen belül azért elég nagy különbséget tesznek a versenysport és a szabadidősport között. A szlalom az most melyikbe tartozik? Az abszolút a versenysport, de a szlalomnak is megvannak azok az ágai, ezért is mondtam, hogy a rafting pálya is lesz kiskörén, ami abszolút egy ilyen turisztikai célpont lehet, és nem kell hozzá kajak tudáshoz, hogy valaki bejöjjön egy ilyen nagy felfújható gumicsónakba, és egy túravezetővel lejöjjön a pályán. Tehát az mindenki számára könnyen elérhető, de amúgy, mint szlalom szakág, az abszolút a versenysport. A kiskörei pályáról már nagyon sokat hallottunk, és az nagyon izgalmas dolog lesz, de ha megengedi, akkor én mégis a füredi edzőpályáról kérdezem. Mikor jött az ötlet, ki javasolta éppen Tiszafüredet, és maga a tervezés az milyen fázisban van, és hogy fog kinézni majd a pálya? Ez teljesen párhuzamosan a kiskörei pályával együtt találtuk ki azt, hogy akkor itt a Tiszatavon lévő egyesületünknél, ugye a City Gáz Tiszafüred egyesületnél valósítsunk meg egy olyan gyakorló pályát, hogy ne egyből a meredek, most úgy mondanám, mintha síelni tanítanánk valakit, akkor egyből nem a fekete pályára visszük síelni, hanem itt legyen egy olyan állítható, de a mederben elhelyezett szlalompálya, ami egyébként különösebb nagy építés nem igényel, rögzíteni kell nekünk fixen azokat az oszlopokat, amik ezeket a belógó, víz fölé belógó kapukat fogják tartani, tehát ez egy abszolút barátságos kinézetű valami lesz. Milyen hosszú egyáltalán egy ilyen pálya, vagy ezt milyenre tervezik? Ez a gyakorlópálya durván olyan 100 méter hosszúra tervezzük, 10 méter széles. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 méterenként, 10-20 méterenként lesz egy-egy cölöp, ami kiáll majd a vízből, és ezek a cölöpök össze vannak kötve drótkötéllel, és a drótkötéllel lehet balra-jobbra mozgatni ezeket a mi kapuknak nevezzük, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek lelógó rudak, és azt kell kerülgetni a versenyzőknek, ugyanúgy, mint a szlalom síben. Csak itt értelemszerűen nem a földből, illetve nem a vízből állnak ki ezek az oszlopok, hanem fölülről vannak a versenyzők fölé belógatva, és van, amit szemből kell kerülni, valamit pedig hátulról, és a kapuk között kell úgy átbújni, hogy lehetőség szerint ne érjenek hozzá a versenyzők, mert azért hibapont jár. Említette, hogy ez gyakorló pálya lesz. Teljesen kezdők is próbálkozhatnak vele, vagy pont ez a cél, hogy egyfajta technikai tudást szerezzenek meg? Ez abszolút teljesen kezdőknek lesz. Minden nagy szlalompályánál megtalálható ugyanilyen gyakorló pálya. Nem feltétel az a szlalom gyakorló pályának, hogy legyen sodrás vagy legyen folyás, nem baj, hogyha nincsen. Tényleg a nagy nemzetközi pályák mellett is van, ahol kicsit mozog, áramlik a víz, meg abszolút vannak olyanok is, hogy teljesen ugyanúgy, mint itt oltákban van, vagy egy kis kiszélesedő meder, kis medencét alakítottak ki gyakorló pályának. A vízfelületet azt kiválasztották, mert gondolom itt a helyi edzők azonnal tudtak segíteni ebben. Igen, én abszolút a vízügyel együttműködve néztük ki ezt a mögöttünk lévő területet egyébként, ahova kényelmesen elfér, és nem zavarja sem a sportolni vágyókat, sem a szabadidejüket, töltőket, sem pedig a horgászokat. Ritkán szoktunk ilyesmiről beszélni, de azért csak van anyagi vonzata egy ilyen pályának. Ezt a szövetség tudja finanszírozni?
A szövetség természetesen ezt tudja finanszírozni, tehát ez nekünk is nagyon jó, hogy van olyan lehetőségünk, van arra lehetőségünk, hogy közel majd egy versenypályához az itteni egyesület, meg jó házigazdája, jó gazdája lesz ennek a pályának, és a szövetség pedig a sporták fejlesztése érdekében természetesen tudja finanszírozni. Ha jól olvastam a hírek között, néhány nappal ezelőtt volt a Rábánál, ahol egy vízitúra központot alakítottak ki. Tudna nekem ebben felvilágosítást adni? Hol állnak most ezek a vízitúra útvonal és központok kiépítése? Igen, múlt héten voltunk a Rábánál az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal, Révész Máriusszal, aki egyébként nagyon jól fogalmazott ott, és azt mondta, hogy ne vízitúra megálló helyeket fejleszünk, hanem vízitúra útvonalakat, ebben benne van ugye a megállóhely is. Egy ilyen fejlesztésnek a része volt egyébként a Körment parti vízitúra megállóhelynek a fejlesztése. Ott nagyon sokan jönnek, nagyon szeretik a Rábát, nagyon népszerű ott a nyugati ország részben. Mint folyóbár, azt is el kell mondani, egyébként a Rábához azért szükséges némi tudás. Keményebb folyó, mint mondjuk a Tisza? Igen, jóval keményebb. Teljesen más a kettő, szerintem pont ez a jó benne, hogy teljesen más a sziget közben túrázni, más a Tiszán, a Tiszatavon, és más a Rábán is a Rába. Ezekhez a folyókhoz képest egy keskenyebb, kacskaringósabb, talán több nehezebb elemmel tarkított folyó. Ha megengedi, hogy elmondjam a véleményemet, ez a vízitúra programnak a felélesztése, ez hihetetlenül ötletesnek találom, mert annyi minden célt szolgál. Tehát közösségépítés, a kajaknak a szeretete, gyakorlás is egyúttal, utánpótlás nevelés, utánpótlás keresés. Úgyhogy megemelem nem létezők alapomat annak, aki ezt kitalálta, illetve hát gondolom pénzt és energiát is fordítanak rá. Sokat nagyon fontos a szövetségnek az, hogy minél többekkel megismertesse ezt a ténylegesen gyönyörű sportágat, hiszen ahogyan is említette, azért szabadban zajlik, jó közösségteremtő ereje van. Azért, hogyha olyan az időjárás, akkor szerintem a küzdeni tudást is azért megmutatja a fiataloknak. Nekem is volt részem ilyenben az elmúlt 3 évben, amikor részt vettem ezekben a vízibándorokban. Kivel kellett küzdeni? Hát az időjárással nagyon nagy viharba kerültünk, és az eső sem akart nagyon alábbhagyni, de ott én is megemeltem a kalapomat a gyerekek előtt, mert azt hittem, hogy na, ebből itt azért nagy baj lesz, de nagyon jól esett az, hogy a fiatal 10-12 éves gyerekek abszolút zokszó nélkül vették az akadályt, és utána jó volt nézni az arcukat, hogy mennyire büszkék voltak önmagukra. Visszatérve erre a pályára, valószínű nem lesz ennek ilyen hivatalos átadása, de mikorra tervezik, hogy használhatják, igénybe vehetik a gyereket? Én remélem, hogy őszre meg lesz a pálya. Tehát most megnézzük azt ténylegesen, hogy tudjuk rögzíteni ezeket az oszlopokat, erre megvan a technológia, tehát tényleg már csak a mi részünket kell, hogy akkor a kapuk meg legyenek hozzá, és akkor lehet majd telepíteni. Kiskörével kapcsolatban többször jártunk már ott a hallépcsőnél, és mikor először láttam, én hitetlenkedve hallottam, hogy rafting pálya itt, ezen a helyszínen, az azért egy kicsit nehezebb munka lesz? Vagy tulajdonképpen már az alapok, az úgynevezett lépcsők, azok meg is vannak? Külön lesz, ott külön mederben van, tehát nagyon szép, tényleg gyönyörű szépen ki van építve a hallépcső, érdekes is szerintem, tehát én is megnéztem, hogy valóban ott hogy úsznak fel a halak, hiszen van egy ilyen nagy betekintő ablak, és ott a hallépcső és a Tisza folyó által határolt területen, nevezzük azt egy félszigetnek, oda lesz két új meder ásva, és ott lesz a rafting és a szlalompálya. Azt is megnéztem mostanában, vagy ma esetleg oda megy? Nem, ott voltunk kint helyszíni bejáráson, tehát tudjuk, ismerjük a terepet, oda tényleg már kész tervek vannak, per pillanat arra várunk, hogy remélhetőleg előbb-utóbb a gazdasági kabinet is fogja tárgyalni. Most ebben a nagyon furcsa veszélyhelyzetben, illetve reménykedtünk már, hogy talán nincs veszélyhelyzet, mi újság van a szlalom ügyében? Mennyire tudtak dolgozni, nem tudom, versenyek, hazai, külföldi versenyek vannak-e? Hogy megy most az élet? A verseny sajnos azok javarészt a többségében elmaradtak. Most per pillanat úgy néz ki, hogy amit az Európai Szövetség szervez versenyt, Európa-bajnokságot, felnőttet és utánpótlás Európa-bajnokságot, azok meg lesznek tartva
későbbi időpontban, tehát most szeptember, úgy néz ki, hogy szeptember 18-a 20-a között lesz felnőtt Európa bajnokság Prágában, illetve Krakkóban lesz majd október 1 és 4-e között az utánpótlás Európa bajnokság. Gondolom én, hogy azért Európán belül könnyebb mozogni, meg azért ez jóval kisebb csapat is, mint mondjuk egy gyorsasági kajakkenu Európa bajnokság vagy világbajnokság. Tehát ezek a versenyek meg lesznek tartva. Azt azért szerencsésen el tudom mondani, hogy tavasszal, akik edzőtáborban voltak, versenyzőink hazatudtak, illetve a lakhelyükre érkezést tudtak edzeni. Tehát mi szerencsések vagyunk szerintem ilyen szempontból, hogy abszolút kim vagyunk a szabadban, és viszonylag korlátozásmentesen azért itt meg lehetett oldani a felkészülés mindenki számára. Ha jól emlékszem, akkor itt a helyi egyesületnek talán 1-2 hét volt az, amikor szigorú szabályok vonatkoztak rájuk, és utána aztán szinte akadály nélkül vízre szállhattak. Ha megengedi a beszélgetés végén, mégiscsak az olimpiai bajnok előtt szeretnék tisztelegni. Nem is azt kérdezem, mert olyan nagyon messze volt már a pálya kezdete. Hogyan kell egy ilyen nagyon nagyszerű, eredményekben gazdag pályát abba hagyni? Egyik napról a másikra kész, nem megyek tovább, itt a hajó, hagyjatok békén, vagy pedig valahogy le kell vezetni ezt a dolgot? Többféle módját ismerjük, szerintem mindenki másként hagyja abba, de szerintem az lehet a közös, hogy igazán senki sem hagyja abba. Mert én is a mai napig kajakozok. Én úgy hagytam abba, hogy én egyszerűen nekem, de ez még 30 évesen volt, úgy éreztem, hogy most úgy elég. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki végig dolgozik egy hetet, hétfőtől péntekig, komolyan reggeltől estig, és azt mondja, hogy hétvégén most akkor pihenek. Tehát nekem ez volt 2005-ben, és... De nem... akkor az olimpiai aranyak már ott voltak, tehát könnyebb már volt. Már megvolt az eredmény a munkának, de nem tudtam abba, hogy én 2007 őszén újra kezdtem, de már nem jutottam ki a Peking olimpiára. Tehát nem, szerintem egyik napról a másikra nem lehet, meg én se hagytam abba, és nem is szeretném soha abba, most is egyébként itt van a lapátom. Sose lehet tudni, hogy alakul. Mindig bent van a kocsiba, hogy hát ha? Ne, hát tudtam, hogy idejövök. Ha egy kajaktelepre megyek, akkor mindig hozom a lapátomat. A mindennapjai hogyan telnek? Azt tudják már a nézők, hogy a szalomszakágnak a vezető edzője. Egyébként ez a fő foglalkozása, vagy mással is foglalkozik? Ez a fő. Emellett még azért igyekszem a szabadidős sportágat, azon belül is az evezés kajakkenut az 5 próba sorozaton belül népszerűsíteni. És azért igyekszem, szerintem egy jelentős része az életemnek, hogy igyekszem minden nap kajakozni. Hogyan látja most a fiatalokat? Nem tudom, van-e valamilyen szorosabb kapcsolata valamelyik egyesülettel? Hogyan látja a felnövekvő generációt? Hozzák-e majd, foszhatják-e majd azokat az eredményeket, amit például ön is? Én úgy látom meg, nem csak az, hogy most én szubjektíven nekem mi a megítélésem, tehát azért látva a versenyzői létszámokat, amik most az igazolt versenyzői létszám már 4000 fő fölött van, mondjuk a 2000-es években ez 2000 fő volt, tehát egyrészt statisztikailag is nyilván, hogyha kétszer annyian kajakoznak, akkor az esélyeink azok nem csökkennek, hanem nőnek. Most ez az időszak is számunkra olyan szempontból jól jött ki, hogy sokan megkerestek bennünket, mármint a sportágat, a tagszervezeteiknél, amiknek a száma most már ilyen 175 talán tagszervezetünk van, tehát lehet azt mondani, hogy nincs olyan hely az országban, hogyha valaki kajakozni, kenuzni szeretne, akkor ne tudjon menni, de érintett is vagyok a lányom révén, ő kajakozik, pont most van itt lent edzőtáborban, és hát azt látom, ugye emiatt járok le utánpótlás versenyekre, hogy ugyanúgy, mint annó, amikor én voltam gyerek, ott vannak a szülők a parton, és rohannak a gyerekek mellett, és nehéz sátor helyet találni egy-egy ilyen versenyen, tehát tényleg népes táborban, és ugyanaz azt a jó hangulatot látom itt viszont, amikor én is gyerek voltam. Lehet, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, ugye, a jó hangulat meg a jó közösség? Szerintem abszolút, tehát szerintem egy 10-12-15 éves gyerek nem biztos, hogy amiatt megy le edzésre, hogy most akkor keményen résztávozzon, vagy időre menjen, de boldogan veszik szerintem így ebben a közösségben az akadályt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt Tiszafüreden köszönthettük, és természetesen további jó munkát kívánok önnek. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.